mehet is. Itt állunk a Lengyel Intézetben, Piotr Sefcz Pusztulás című kisregényének a bemutatóján. Ez a 18. poketünk. És Kemény István barátunk és poket nagykövet írt tavaly egy könyvet, Ludbör címe, és ebben a legfontosabb irodalmi élményeit írta meg, és köztük volt a pusztulás, amiről én korábban nem hallottam, és Grecsó Krisztiánnal, az egyik társszerkesztővel, az irodalmi vezetőnkkel felkerestük ezt a könyvet, hogy mi lehet ez, és egy egészen fantasztikus, elfeledett kincsre bukkantunk. Ez egy 20 éves lengyel fiú írta egy 80-as évek végén, ez a Piotr, aki egyébként szeptemberben eljön Budapestre, és egy egészen rendhagyó, új típusú formaregény. Írt hozzá egy utószót egy lengyel kolléga, és azt írja benne, hogy olyan szintre emeli a realitást, hogy az már szürreális. És ez a legjobb kifejezése annak, ami történik a regényben, az van, hogy leteszi a fényképezőgépet gondolatban egy haszid zsidó kisváros holokauszt előtti kvázi utolsó napjára, és mit lát ez a fényképezőgép? Mi ez a vihar előtti csend? És az olvasó érzékelni véli ezeknek az embereknek a sorsát, illetve mi ismerjük ezeknek az emberek a sorsát, akiket látunk mászkálni, ők nem ismerik. És ennek a regénynek nincsen hőse, nincs egy átívelő cselekménye. Növényeket látunk, képeket, állatokat, embereket, és mind egyetérnek, mind egyenrangúak, mert arról próbál beszélni, hogy ismerve a sorsunkat, egyek vagyunk, menthetetlenül. És akartam még egy gondolatot, ami fontos lehet, igen, hogy a Stalker csoportnak és a Pocketnek a működésében alappillér a tudatos jelenlét. Tehát, hogy próbáljunk meg többet látni, mint a szerdán, mint amit láttunk kedden. Tanuljunk meg elveszni a részletekben a szó pozitív értelmében. Vegyük észre azokat a kis mozdulatokat, amik megtanítják valahogy az embert nekünk, vagy az életet körülöttünk. Megtanít egyáltalán tudatosan élni. És ez a könyv, ez kicsit olyan, mint ha már egy ilyen borzalmas tragédia előzmény napja, de mégis olyan, hogy megtanít figyelni ezekre a részletekre. Tehát mondjuk azt, hogy Piotr egy fekete öves tudatos jelenlét gyakorló, és megengedi, hogy lássuk, amit ő lett. Szóval ez a könyv nem egy emlékezés, nem csak egy emlékezés a részünkről, hanem egy nagyon nagy tanulás, egy nagyon nagy formátumú írótól és embertől. Én most így állok ezzel a regénnyel.